A Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központja, vagy ahogy mindenki ismeri a városban, a Veres Péter utcai idősek otthona volt a helyszíne annak a munkalátogatásnak, melyen dr. Lampert Mónika minisztert köszönthettük városunkban. A munkalátogatás célja a szociális törvény újrafogalmazásához nélkülözhetetlen információk begyűjtése. Ezúttal térségünkből. Ön azok közé a miniszterek közé tartozik, akiket gyakran lehet találni különböző vidéki helyszíneken. Milyen tapasztalatokhoz szólt leszűrni ezekről a látogatásokról? Miben különbözik Budapest és a vidék? Hát az én munkám, a budapesti munkám és a vidéki munka az abban különbözik egymástól, hogy amikor a jogszabály előkészítő munkát végezzük, például Budapesten a kollégáimmal együtt, akkor nagyon fontos az a tapasztalat, amit a vidéki utakon megtapasztalok. Itt például most a idősek otthonában és a szociális szolgáltató központban arról beszélgettünk, hogy milyen módon kívánjuk átalakítani a szociális ellátórendszert, és nagyon örülök, hogy megerősítették az itteni tapasztalatok. Az intézmény vezetője is, meg a polgármester is azt mondta, hogy egyetért a kormánynak azon szándékával, hogy az idősek ellátásában az étkezést és a házi gondozást kellene fejleszteni, hogy minél több ember az otthonában kapjon segítséget. Tehát visszatérve a kérdés elejére, én nagyon hasznosnak tartom azt, hogy a végrehajtás oldaláról megismerjük, hogy milyen javaslatok vannak, hogy már a jogszabályok eleve úgy szülessenek meg, hogy benne legyen a végrehajtó tapasztalata. A demográfiai változások azok könyörtelenek, a statisztikákon is látszik. Itt van nálunk olyan várakozó lista, ahol 70 éves gyerekek, 90 éves, vagy 90 év körül szülőket szeretnék itt elhelyezni. Mennyire tud a törvényalkotó ezekre a változásokra figyelemmel lenni? Hát ezekre a változásokra nekünk figyelemmel kell lenni, magától értetődik. Tehát akkor, amikor azt mondtam az előbb, hogy az étkezést és a házi gondozást szeretnénk fejleszteni, akkor ezzel azt is mondtam, hogy ma Magyarország 40%-án nincsen ilyenfajta szolgáltatás. Pedig magára maradt idős emberek mindenütt vannak, és hát azért ahhoz, hogy valaki méltó emberi életet tudjon élni, azért ahhoz hozzátartozik, hogy rendbe tudja magát tartani, kapjon segítséget ahhoz, hogy a környezetét rendben tartsa, és egyszer naponta kapjon meleg ételt. Mert az idős emberek nehezen mozdulnak. Van is ilyen mondás, hogy nehéz az idős fát átültetni. Ezért oda kell vinni a segítséget az otthonába. Aki pedig végképp nem tud már egy ilyen gondozással sem, a körülményeit nem tudja rendezni, a mindennapi életvitele ellehetetlenül, őket kell idős otthonban elhelyezni. Ezért én fontosnak tartom azt, hogy most a szociális paradigma váltásnál ezeket is áttekintsük, és hát a férőhelyek tekintetében arra kell koncentrálni, hogy akinek tényleg a napi teljes időben szüksége van a gondozásra, ők kerüljenek az idős otthonba. Az Észak-Alföldi régió település szerkezete egy kicsit speciális, de tulajdonképpen a Dél-Alföldre is igaz. Nagyok a távolságok. Ez a régiós rendszer, főleg egy idős gondozást tervezi, mennyire vág be? A régiós rendszer az az igazgatás szervezésre vonatkozik. A szolgáltatást oda kell vinni az embereknek. A szociális ellátás terén azt kell mondjam, hogy az, hogy a szociális és gyámügyi hivatal a régióban vagy a megyében szerveződik, azt a szolgáltatásban résztvevő embereknek, akiknek szolgáltatunk, nem szabad észrevenni. Ugyanúgy jó szolgáltatást kell kapni, akármilyen keretek között szerveződik az igazgatás. És nekünk úgy kell erre reagálni, én erre készülök egyébként, ennél az új tárcánál, a szociális és munkahogyi tárcánál, hogy egyrészt új formákat keresünk. Például itt is szóba került, hogy a közmunka, amit az polgármesterek, az önkormányzatok ki tudnak adni az embereknek, a közmunkaformákba bevonunk új elemeket, és nem csak a települések rendbentartásában, a falu, a város rendbentartásában, meg a vízelvezető árkok kipucolásában lesz közmunka, hanem lehet például ilyenben is, a szociális ellátásban. Vannak egészséges asszonyok, emberek, akiknek nincs munkájuk, és mondjuk közmunkában másoknak az udvarát, egyedül maradt idős emberek udvarát rendbe tennék, vagy a sövényt lenyírnák, vagy a nagy takarítást elvégeznék. Tehát ilyen típusú munkát is szeretnénk majd hirdetni. Rendkívül büszkék vagyunk a városunkban elért eredményekre, különösen a szociális gondolkodást és a szociális hálónak a terén. Jelen pillanatban egy 20 fős intézményben vagyunk, és több mint 70-en várnak arra, hogy bekerüljenek ide. Milyen esélyünk vannak? Bővíteni szeretnénk.
Azt mondta itt az ellátást a szolgáltató szervezetnek a vezetője, a vezetőnő és a polgármester is, hogy ez az új program, amit a kormány most meghirdetett, hogy az étkezés házi gondozás fejlesztésében szeretnénk előbbre lépni, és több pénzt is adunk. Tehát a 2008-as költségvetésben 8,4 milliárd forinttal több pénz lesz erre. Ez a 70 jelentkezőnek körülbelül a felének a problémáját megoldja. Tehát azt jelenti, hogy jó irányba indultunk el, de természetesen gondoskodni kell majd arról is, hogy azok az idősek, akik mégiscsak itt kellene, hogy az otthonban kapjanak el helyezést, nekik is legyen lehetőségük férőhelyre. Én természetesen nem lennék korrekt, ha most konkrétan itt a településnek új intézményt ígérnék, de gondolkodunk azon, hogy hogyan tudunk tovább fejleszteni. Gondolom, ezek a problémák, amiket én most feszegetek önnek, ez sok nézőnket érdekli. Nem hinném, hogy ezek egyediek lennének. Tud esetleg valami olyat mondani, egy dátumot, amire úgy gondolja, hogy ezek a feszültségek, amikről most néhány érintőleges mondatot értettünk, esetleg enyhülni fognak? Hát már a 2008. január után biztos, hogy enyhülni fognak, mert amit mondtam az előbb, hogy az étkezés házi gondozásra többlet források biztosítása az érzékelhető változás lesz. Tehát mindenki, akinek igénye van erre, és szüksége van az ellátás szempontjából étkezésre, házi gondozásra, azt normatíván keresztül a kormány biztosít. Fogja. És miután itt a polgármester is nyilatkozott arról, és nagyon örülök annak, hogy összecsengtek a gondolataink, hogy ők ezt pártolják, meg fogják szervezni, hogy ez az ellátás rendben legyen. Az otthonban való ellátás, az idős otthoni ellátásnál azt gondolom, hogy egy kicsit később lesz érzékelhető az eredmény.